Jótékonysági árverés az űrkutatás magyarul YouTube csatorna jóvoltából. Itt a lehetőség, hogy úgy juss hozzá egy igazi űrrelikviához, hogy közben másokon is segítesz. Két különböző tárgyat bocsájtok licitre, melyeket körülbelül egy éve vásároltam meg egy csomagban. Az első borítékon egy lepecsételt 20 forintos Interkozmosz bélyeg mellett a Soyuz 36 személyzetének, azaz Farkas Bertalan és az orosz Valeri Kubaszov saját kezű aláírásai is megtalálhatóak. Az első magyar űrhajós 1978-ban közel 9 napot töltött a világűrben, ám parancsnoka korábban már fent járt a Soyuz 6 fedélzetén, sőt részt vett a híres Soyuz Apollo program repülésén is 1975-ben. A másik licitre bocsájtott boríték még értékesebb, hiszen a lepecsételt 5 forintos Interkozmosz bélyeg mellett összesen 5 űrhajós aláírása is szerepel. Farkas Bertalan kézírása mellett ott van Magyari Béla kézjegye is, aki az első magyar űrhajós tartalékosaként ugyanazt a kiképzést kapta, mint Farkas. A Soyuz 36 parancsnoka Valeri Kubaszov szignója mellett ott van még a tartalékparancsnok Vladimir Dzsanyibekov aláírása is. Az orosz kozmonauta egy igazi legenda, 5 űrutazáson vett részt, mind az 5 alkalommal a parancsnoki székben ülve. A Soyuz 27 és a Soyuz 39 után még részt vett a Soyuz T6, T-12 és T-13 küldetéseken is. De ha mindez nem lenne elég, akkor a kozmonauták kiképzésében is szerepet vállaló Alekszej Jeliszejev saját kezű aláírása is ott van a borítékon, aki a Soyuz 5 küldetése után a Soyuz 8 és a Soyuz 10 küldetésein is részt vett. Ez utóbbi küldetésen az orosz pilóta volt az első, aki dokkolt egy űrben keringő űrállomáshoz, a Szaljut 1-hez. Az ajtót viszont egy hiba miatt nem tudták kinyitni, így a kozmonautáknak idő előtt kellett visszatérniük a Földre. A két relikviára külön árverésen tudsz licitálni, a linkeket megtalálod a videó leírásában. Az árverésen befolyt összeg jelentős részét a Bethesda gyermekkórház számára fogom felajánlani, így a liciteddel tulajdonképpen beteg gyermekeken is segít. Hats.